Köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben 2017. januári adásában. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, szakértőnk, nagymesterünk, hozzáértő műsorvezetőtársunk Varga Péter, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban beszámoltunk az MB2 küzdelmeiről és a megyei csapatbajnokság mérkőzéseiről, a tabellákról, és bemutattunk egy megyebeli játékosunk által váltott nagyszerű partit. Nem csupán csapatbajnokságok voltak a megye és a régió sakk életében, hanem december végén, illetve január elején a rendes megyei egyéni bajnokságok is megrendezésre kerültek. Három ilyen bajnokság van, a megyei egyéni bajnokság, amelyik rendes hosszú gondolkodási tejű partikból áll, van ezen túlmenően még a megyei egyéni rapid sakk bajnokság, ami azt jelenti, hogy a partiban 20 perc gondolkodási idő áll egy-egy játékosnak a rendelkezésére, és van a villám sakk bajnokság, amikor is a gondolkodási idő 5 perc mindössze a partiban, tehát az ilyen gyorsított partiban úgy jár az embernek a keze, mint annó Cassius Clay-nek a ringben. Ezek eltérő műfajú sakkpartik, sakkversenyek, gyors gondolkodás, minél inkább rövidül a gondolkodás idő, annál inkább gyorsabb gondolkodást és taktikusabb játékot, vagy pedig technikai kezelést igényel, míg a rendes gondolkodás idejű partiban a konkrét sakktudás talán jobban érvényesül, ahol ugye több idő van a terveket megalkotni, és a tervek megvalósításához a konkrét lépéseket kiszámolni. Decemberben 4 napon keresztül vívtak meg egymással a 64 mezőn a megye sakkozói a 2016 évi megyei egyéni bajnokság győztese címéért. Kissé déjà vu érzésem van. Tavaly januárban tudósítottunk a nagy prágai nemzetközi sakkversenyről, ahol a B csoportban Pozsonyi István, a Piremonnak a sakkozója, káprázatos eredményt ért el, és második helyen végzett az orosz Drozdov után. Ha már január, akkor Istvánról szót kell ejteni, ugyanis Pozsonyi István nyerte meg a 2016 évi megyei egyéni bajnokságot. Én nem voltam ott a versenyen, de azért gondoltam, hogy István nagyszerű helyezést fog elérni, hiszen ő neki az értékszáma nem jellemzi a tudását, sokkal nagyobb tehetség, sokkal jobb sakkozó, mint amit az értékszáma mutat, természetesen az értékszáma sem csekély. Péter nagymester volt a versenynek a levezetője, a főbírója. Szeretném neked átadni a szót, hogy számolj be erről a versenyről. Hát ugye ezt a versenyünket két hétvégén rendeztük. Nyírbátorban volt maga a verseny. Hát 23 induló volt ezen a bajnokságunkon. Végül is az első helyért elég nagy harc folyt, tehát ez nem volt olyan tiszta győzelem Istvántól, mint amennyire mondjuk én úgy gondoltam volna, hogy simában meg fogja nyerni. Elég sok fiatal volt, akik ugye fejlődnek, egyre jobban játszanak, és nagyon megnehezítették a dolgát. Ugye? Tehát ha jól értem, akkor nem is István játszott a várt színvonal alatt, hanem inkább a fiatalok játszottak a tőlük elvárt színvonal felett. Bocsánat, igen. Tehát a fiatalok kifejezetten jól játszottak, tehát több is, és meglepő eredmény is, végeredmény is született. Erről majd egy picit később. Azt kell tudni, hogy 7 forduló alatt dőlt el ugye a bajnoki cím sorsa, és csak az utolsó forduló döntötte el az érmes helyezéseket. Nagyon jó partik voltak, kifejezetten érdekes, izgalmas bajnokságon vagyunk túl. Az, hogy Nyírbátorba vittük, az egy nagyon érdekes dolog. Nagyon sok nyírbátori játékos játszott a versenyen, tehát ott egy picit sikerült idézően fellendíteni a nyírbátori sakkéletet is ezzel. Egy kicsi lökést adni nekik, akik ugye folyamatosan játszanak a megyei csapatbajnokságban, de most a megyei egyéni bajnokságon is, hogy ott helyben tudtuk megrendezni kiváló körülmények között ezt a Szabolcs megyei versenyünket. Ez a jövőre tekintve is szeretnénk több városba, akár kisebb településre is eljutni majd. Tehát versenyszervezéssel az adott területnek a sakkéletét fellendíteni. Igen, igen, ugye ez folyamatosan, ugye, vagy rendszerint Nyíregyházán volt ez a bajnokság,
Idén úgy gondoltam, úgy gondoltuk, hogy, és ugye Nyírbátori felállás is volt, hogy, hogy rendezzük ott ezt a versenyt. Mindenképp, hogyha szívesen látjuk ezeket a felajánlásokat, elviszünk oda versenyeket, mert így lesz még szélesebb ugye, a sakk paletta, és így, lesz, így lehet minél jobban oda figyelni ezekre a régiókra, ezekre a településekre, ugye sakk térképünkön. A vidéki sakkcentrumok erősítésére. Igen. És mi volt végül is az a tényező, ami Istvánnak megnehezítette a bajnoki címét? Hát ugye az első fordulóban egy döntetlennel kezdett, egy jó állása volt, és az egyik ifjúságját ugyan Dániel nagyon-nagyon jó ellenségeket talált, sikerült döntetlenre mentenie a partiját, és egy ugye idézőjelben lépés hátrányba került ezzel István. Volt még egy ifjonc, akinek nagyon-nagyon jól ment, ugye Varga Marcel volt, aki gyakorlatilag veretlenül játszotta végig ezt a bajnokságot, és ugye három nyeréssel kezdett. Tehát, és akkor került össze, ugye rangadón Pozsonyi Istvánnal, azt hiszem a negyedik vagy az ötödik fordulóban, ahol ugye gyakorlatilag eldőlhetett volna akár a bajnoki cím sorsa is, de ugye döntetlen lett az a játék, az a játszma, kijátszották, és nem tudtak fogást találni egymás állásán. Tehát nem nagymesteri szalon döntetlen hanem megküzdöttek egymással, igazságos eredmény született. Én azt hiszem, hogy Pozsonyi Pista feladata, eredménye megnehezítésének te is az oka vagy. Miért is? Hát ez jó kérdés. Igazából nem én vagyok, én gyerekeket oktatok, nevelek, tehát próbálom őket ugye a sakkversenyek irányába terelgetni. Ugye a sakk az egy olyan fantasztikus sporták, főként a mai világban, hogy egyszerűen gondolkodásra készteti a gyerekeket. Már csak ez egy jó dolog, és ugye sok számítógépes játék mellett mégis, ugye természetesen már a sakk sem lehet meg a számítógép nélkül. De mégis gondolkodni kell, mégis és nem egyszerűen csak nyomogatni a gombot, ami sokszor idegen az emberektől. De most ne kerülgessük a kását, én szeretném elmondani, hogy neked nem csak a fiat, hanem a személyes tanítványod is Marcell, aki döbbenetes ütemben fejlődött az utóbbi egy évben, tehát nagyszerűen játszott a Tiszaújvárosi versenyen, a Chess Intercity 2016-os versenyen nagyszerűen játszott a megyei egyéni bajnokságon, és én, mint csapatkapitány, ennek csak rendkívül örülök, tehát lassan már nem tudom eléggé előretenni a következő évadban az erős orrenden Marcit, olyannyira jól játszik. Hát igen, most sok élőt nyert, tehát gyakorlatilag tehát élő pontban megérkezett a 2000 élő pontnak a határához, tehát több mint 100 élőt nyert, gyakorlatilag 2-3 hónap alatt, és 2-3 versenyen. Tehát most elég jól megy neki, csapatban is, egyéniben is, elég sokat sakkozik otthon, de ez nem is annyira az én, igazából csak, tehát ez az ő saját munkája, amit beletesz. Én, ahogy tudom, próbálom terelgetni, de ugye időhiány, sajnos időhiány miatt ugye nem tudok annyi időt szállni Marcinak az edzésére, mint amit szeretnék. És ugye hát csoportos edzéseken azért csak tudunk találkozni, amikor ugye versenyen játszik, akkor azért csak kielemezzük, megnézzük azokat a pozitív dolgokat, hibákat, amik kijönnek. Tehát ő egy nagy érték a megyei sakkozásnak, úgy gondolom, de hát ugyanúgy lehetne mondani ugye Tóth Tibort, Gócz Ádámot, Tomó Bencét, ugyan Dánielt, ugye Szuhánszki Gergőt. Igen, ugye akiket véletlenül kihagytam, ugye Blahota Marcel, nem szeretném megsérteni, de egyre több az az ifjúsági játékos, az a nevelő munka, ami elindult itt 10-12-15 évvel ezelőtt, annak a gyümölcse ugye már én úgy gondolom, hogy az első generáció a sakkiskolában, ugye most már egyetemisták, ugye mondom, hogy kirepültek, már. Most jön a második, harmadik generáció, ugye a Piremon, mint az egyik ugye ifjúsági nevelő egyesület, és még a többi, akik ugye, hogy is fogalmazzak, tehát a rendszeresen sakra nevelik az ifjakat, és tanítják őket, tehát edző műhelyek,
sakkbázisok vannak. Igen, de én azt mondanám, tehát, hogy ugye a versenysakkozókat, akik már nem csak tehetségesek is, ugye sokan vannak, mint én úgy gondolnám, mint ahogy én nagy halász, ahol nagyon nagy sakkélet folyik, vagy akár a Dávid Eszén vagy Betlen iskolában, ahol nagyon nagy sakkélet folyik, csak ott még valahogy hiányzik az a plusz, amivel ugye tovább lehet őket repíteni. Igen. Hát komoly versenyeken kell indulni, ez az alapötlet, ez az alapcél, és ugye ezek a fiatalok állandóan indulnak a megyében, országos szinten is, országos minden versenyeken felé is, a régióban is, a legjobb versenyeken, amik vannak, és ez a kulcsa ahhoz, hogy egyre jobbak legyenek, és én úgy gondolom, hogy lassan ugye minket is kinőjenek, ugye túlnőjenek rajtunk is, és ezen vagyunk. Ugye ez sok minden összetevője van ennek. Én úgy gondolom, hogy ez a megyei bajnokság, még hogyha nem is volt annyira erős, mint a tavalyi évben, de egy fantasztikus áttörés hozott az ifjúsági sakkozókban. Ugye az István nyerte végül a bajnokságot, de a második helyen ugye Varga Marcell végzett, harmadik helyen Szuhánszky Gerge, akinek szerintem az egyik legnagyobb sikere ez eddig, fantasztikusan jól játszott, és negyedik helyen pedig ugyan Dániel végzett, akik mind ugye 14 és 16 év között vannak. Nyíregyházi sakkiskola sakkozói, azt tegyük hozzá. De kellene ugye említenem ugye Tóth Tibikét, aki fantasztikusan jól kezdett, az utolsó két partiját elvesztette, ezzel csúszott ki gyakorlatilag az érmes helyezettek közül. Ő is nagyon-nagyon jól indult, tavaly is nagyon jól szerepelt, azt hiszem 3-ból 3-mal indult, csak utána hogy nem ment annyira már neki. Idén jobb volt ez, de most az utolsó kettő még épp vesztett a Pozsonyi ellen, meg a Szuhánszky Gerge ellen egy kiki meccsen, kiki mérkőzésen elvesztette azt a rangadót. Tehát ő is nagyon jó. Talán a többi ifinek most nem annyira ment, habár mondjuk Tumó Bence nagyon sok jó állást hozott ki, de időzavaros hibái miatt ugye elég sokat rontott, és az Ádámnak is egy teljesen nyert állás sikerült időzavarban elrontani Góca Ádámnak, és ezért nem kerültek most előrébb. Ugye Palkovics Balázs még a kifi is indult, neki most annyira nem ment jól ezen a versenyen. Ő rosszul kezdett, aztán utána szépen jött fel, de nem sikerült már beérni a többieket. Tehát visszatérve, egy fantasztikus siker, ami hihetetlen, hogy a Szabolcs-megyei felnőtt bajnokságon 3 olyan gyerek került oda az első négybe, ami hát én úgy gondolom, hogy szerintem egy fantasztikus lökést adhat a további sakkarrierjükben. Én 20 éve sakkozok, de még azért ilyet nem láttam, hogy ennyi ifi végzett volna az élbolyban. Nézzük akkor, milyen partit mutatsz be nekünk? Hát ugye a győztestől szeretnék egy partit bemutatni, az utolsó fordulóbeli partiját, amit Szulics Imre hát, hogy fogalmazzak, örökös, tiszteletbeli sakkozó ellen játszott. Minden versenyen, lehetséges verseny, ami van a megyében játszik, meg a környéken is. Tehát fantasztikus. Nem is tudom, hogy pontosan hány verseny van, de Szulics Imre nélkül nincs sakkverseny, akár a megyében, akár a környéken lévő versenyeken. Nagyon régóta, nagyon nagy tisztelettel, alázattal játszik Imre bátyánk ezeken a versenyeken. Ha nyert volna, akkor valószínűleg a második helyre tudott volna befutni, ami neki is egy hatalmas siker lehetett volna. Ugye a kiki mérkőzést elvesztette a bajnok ellen, de ettől függetlenül ő is fantasztikusan jól végzett, és azt hiszem talán, hogy ötödik vagy hatodik helyen zárt. Nézzük akkor a partit. Tehát világosan játszott Szulics Imre, sötéttel volt, ugye Pozsonyi István, ugye a kiki mérkőzésen, amelyik a gyakorlatilag bajnoki címet volt hivatott eldönteni, mert ugye a második táblán viszonylag gyors döntetlennel fejeződött be Varga Marcell és ugyan Dániel partia. Úgyhogy itt, aki nyert, és ugye nyert is Pozsonyi, ezzel szerezte meg a bajnoki címet végül. Ugye D4-jel kezdett Szulics Imre, G6-tal folytatta
sötéttel. István? Imre bácsiról tudnélik, hogy világosan rendkívül jól kezeli a vezérgyalog megnyitást, tehát nem szokott belemenni a vezércselbe, csak sötéttel, és István nem a hagyományos vezérgyalog megnyitásokat kívánta megjátszani, hanem inkább G6-tal egy ilyen indiai típusú állásba szeretett volna belemenni. Tehát nem kifejezetten egy konkrét megnyitás ez, ha jól látom. Igen. Ugye D4-G6 után huszár F3 következett, ugye fejlődött világos, futó G7-tel, sötét ugye fejlesztette a futójátszányra, E4-jel gyakorlatilag átmentünk egy ilyen modern védelemben, D6-tal folytatta sötét, ugye itt az a lényege, hogy átadja egy darabig a centrumot, de aztán majd E5-tel vagy C5-tel próbálja ugye csak később a centrumot megtámadni majd sötét. D6-tal folytatta sötét, C3, szolid visszafogott lépés, ugye huszár C3 valószínűleg jobb, de hát természetesen ez se rossz lépés, ez ugye alátámaszza a D4 centrumgyalogot fehérnek. Huszár F6-tal folytatta fekete, ugye futó D3-mal világos megvédte az E4 gyalogját, sár elsáncolt fekete, amire H3 következett, ugye ezt azért, hogy a futót ne tudja G4-re kirakni, huszár C6 jött. Itt én úgy gondolom, hogy a D5 egy picit talán túl korai, ettől függetlenül nem rossz lépés, de lehet, hogy futóval kellett volna fejlődni, vagy elsáncolni, bástya egyet lépni, az egy logikusabb lépés lett volna. D5 egy picit túl elkötelező, és ugye C6-tal vagy E6-tal bele tud majd kötni. D5 következett, amire huszár B8. Szóval folytatta, ugye visszamente, hát most az a cél, majd ugye C6 vagy E6, vagy ugye így belekössünk a D5 gyalogba. Futó G5 következett, logikus lépés, a sánc lett volna a másik logikus lépés. A5 jött, amire én A4-et én nem tartom jó lépésnek, ha már így játsszuk, akkor már C4 huszár C3-at léptem volna. Az lépés hátrányos király indiai. Igen, de ugye a huszár is kiment C6-ra és visszament B8-ra, tehát ugye ott is az egy király indiai szerkezetbe mentünk volna át, ugye huszár C3-mal a huszár ott talán jobban áll. És aztán A3, B3, B4 úgy kell felszedni a vezérszárnyat. Az is lehet, a másik terv, amit ott szoktak játszani, az, hogy G4, tehát hogyha fekete E5-öt lépne, akkor G4, és ugye nem engedi, hogy F5-tel ellenjátékhoz jusson. Tehát ez egy érdekes stratégiai dolog, ami most kijött. A4-jel én valamennyire nem értek egyet, nekem ez nem annyira tetszik, természetesen tehát normális lépés, nem rossz lépés, de én más stratégiát játszanék itt világossal. A4-ben a koncepció nem látszik olyan erősen. Igen, olyan igen. E5 következett, lehet, hogy talán az E6 egy kicsit pontosabb lett volna, de az alap ötletéhez, jó, ezt le lehetett volna ampasszan lépéssel ütni, az valószínűleg futóval visszaütötte volna fekete, az egy egyenlő állást alakult volna ki. Ugye fehér is nyerésre játszott természetesen. Vezér D2 jött. Ugye ennek az az értelme vezér D2-nek, hogy nem engedi, hogy H6-ot meglépje fekete. Alkalmasin még le lehet cserélni a sötét mezőjű futót is, és annak a hiánya gondokat okozhat a sötét király állásában. Egy fontos védőfigura lenne eltávolítva, ami mondjuk F5 után már egy nem védő, hanem támadó figura lenne az A1 H8 átló. Igen. A sötét folytatta huszár BD7-tel. Ugye az a terve, hogy huszár C5-tel az E4 gyalogot akarja megtámadni. Ugye itt lenne jó most a lóan D2-n, ugye, ami védeni az E5 pontot. Itt egy kicsit ugye fehér a terveket, hogy is mondjam, vegyítette, tehát keverte, és nem a legjobb terveket választotta. Ugye én itt valószínűleg ettől függetlenül, hát igen, hogyha sáncolok, akkor megint huszár C5 és a D3 futót kiszedem, vagy az E4 gyalogra ugye nyomást helyezek, ha bár még egy kötés van F6-on, nem tudom, B4 következett, ugye ami szerintem nem a jó lépés, ezt leütötte fekete, A üti B4, C üti B4, és amiről beszéltünk, ugye C6-tal azonnal szedte fel a centrumot, fekete, és ugye fekete már elsáncolt. Tehát ha nem lett volna a C6 lehetőség, én azt mondanám, hogy egész jól áll világos, vezérszárnyi térelőnnyel, huszár C5 betiltva,
Huszár igen. B6 C4 manőver sem lehetséges. Felépítve a G5 vezér D2 üteg, igen. Nem is áll olyan rosszul, csak még nincs elsáncolva, és a C6 az olyan jó, én itt minden, én biztos, hogy huszár C3-at léptem volna, és fejlődtem volna, és hogyha D5-re üt, akkor a huszárral ütöttem volna D5-re, és úgy gyakorlatilag megtartottam volna a centrumot. A D5-i C6 objektíve az egy stratégiai hiba, még hogyha nem is annyira rossz lépés, de ugye átadjuk a centrumot, és hihetetlen nagy megbojdul az állás, és feketének nagyon jó játéka lesz a centrumban, amit ki is tudott használni. Én biztos, hogy huszár C3-at léptem volna, elsáncoltam volna, és akkor azt szerintem egy teljesen korrekt, normális szerkezet alakult volna ki, ott bárki játszhatott volna. A D-üti C6-nak ugye az a hibája, utána visszaüt B gyaloggal fekete, ez jött a partiban is, D-üti C6, amire B-üti C6 következett, és ugye most sáncolt el, fehér, ugye talán még mindig huszár C3-mal kellett volna folytatni, és B5-tel valahogy a D5 ellen kellett volna állni. Most azonnal megérkezett D5, és ugye itt E-üti D5, C-üti D5 következett. Ugye elemzésében ugye is azt írja, egy érdekes állás alakult ki. Én úgy gondolnám, hogy ez feketében már jobb ez az állás. Egész egyszerűen ez a középső centrumo gyalogok annyira erősen és annyira veszedelmesen indulhatnak meg E4-gyel, D4-gyel, ugye E5 ponttal. Tempóval haladnak előre, hogy pont ez a lógó gyalogokban a rejlő erő. És ugye akár egy futó B7-tel ugye még azt a futót is játékba dobom, és még nagyon messze van. Természetesen ugye, hogyha ez végjáték lenne, leszednénk a vezéreket, akkor nagyon erős lenne a két szélső gyalog fehérrel, de hát ugye feketének ez a stratégiája, hogy nem fog vezért cserélni, hanem megpróbálja egy taktikai útra terelni a játékot. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy a sötétnek a D és E gyalogjait könnyebb megállítani végjátékban, mint világosnak az A és B gyalogjait, viszont ebből adódóan világosnak nem szabad a tiszteket cserélni, hanem a tisztek helyzetével a D és E5 centrum gyalogok adta térelőnyt kell kihasználni. Igen. És nem beszélve a G7 futóról is, ami az A1 H8 átlón rendkívül veszedelmesen leselkedik, most még ugye az E5 gyalog miatt be van tömve az átló, meg az F6 huszár miatt is, de egy-két lépés és akkor robbanásszerűen játékba avatkozhat az a futó, nagyon sok esetben, és ilyen esetben az A1 bástya helyzete nagyon kérdésessé válik, és nehézé válik az AB gyalogok előrenyomulásának támogatása. Igen, igen, ez egyértelmű. Jó, világos ugye futó B5-tel folytatta, ugye most megpróbálta esetleg a D7-et leütni, és utána az E5 gyalogot, de akkor meg azt látjuk, hogy a G7 futónak az átlója nyílik majd ki. Úgyhogy fekete futó B7-tel teljesen logikusan folytatta. Itt valószínűleg A5 lett volna a legjobb lépés, hogy ő is mozgósítsa a gyalogját, és esetleg A6-tal ugye támadja azt a B7 futót. Itt bástya A3 jött, ami már úgy gondolom egy kicsit mesterkért lépés. Ez egy pontatlan lépés egyértelműen, de lehetne rossz lépés is. Vezér B8, ugye az az értelme ennek a lépésnek, hogy kimegy a futó kötéséből, és ugye egyszerűen E5, huszár E5 a terv, vagy akár még D4 is, hogy a futó átlóját megnyissam. Tehát és ugye, hogyha A5 jönne, most már B8 vezér ugye a B vonalban a B5 futót is ugye ott támogatná. Hát következett ugye futóüti D7. Ugye ha már elkezdtük ezt a tervet, akkor ugye végigvitte Imre bátyánk, de ez nem volt jó ötlet. Ugye kiadta a futópárt, és ugye itt majd látjuk is, hogy irtózatos erővel indulnak meg ezek a gyalogok majd. Visszaütött huszárral, tehát itt fekete ugye egyértelműen megnyerte ezt a megnyitási csatát, és ugye a középjátékban az a kérdés, hogy milyen tervel tudja fekete ugye az előnyét majd érvényesíteni. Futó H6 végül is egy logikus lépés, ugye kiszedi a nagyon jól álló G7 futót, és ugye erre huszár B6 következett, és ugye hát azért nehéz, mert huszár C4 is fenyeget azonnali ugye minőségnyeréssel, ugye vezér bástyát, ugye egy huszár villával próbálnám meg, és az A4 gyalogot is fenyegetem leütni. Futóüti G7, ugye ez egy jó lépés, királyüti G7, amire ugye vezér A2 következett. Az véd szinte minden. Igen,
és erre D4 jött. Ugye ez azért jó lépés, hogy megnyitja a futónak az átlóját, ugye F3 pont felé, futó D5-tel próbálkozik ugye az A2 vezért minél rosszabb helyre kergetni, és ugye nem nagyon tud mit tenni ez ellen fehér. Hát következett A5, ugye amire futó D5 jött, és ugye vezér A1 következett, amire ugye huszár C4 jött. És ugye itt most nehéz jót lépni, ugye lóg a B4 gyalog, tehát most egész egyszerűen vezérüti B4 fenyegetne. Ha bástya A4-jel védené, akkor ugye futó C6 visszamenne, megtámadná a bástyát, és ugye leütnénk a B4 gyalogot. Ami a partiba következett, bástya B3, ugye arra meg egy kötésbe került az a bástya, és ugye huszár üti A5, ez konkrétan ugye azonnal nyert egy gyalogot, és én úgy gondolom, hogy partit is. Ugye bástya A3-mal visszament, fehér, amire huszár C4 következett, és bástya... Semmiért nyert egy gyalogot tulajdonképpen István. Ugye bástya üti A8, ugye futó üti A8, vezér üti A8 is jó lépés, de hát miért cseréljünk vezért? Ugye itt megy előre, és nagyon aktív a fekete tisztjáték. Vezér A4-gyel ugye megvédte a B4 gyalogját, világos. Erre ugye futó üti F3-mal, ugye elgyengült a fehér király, G üti F3 következett, ugye vezér B7, amire vezér B3 jött, ugye huszár D6-tal visszament, ugye és F5 pont felé kacsingat ez a huszár, huszár D2-vel ugye a 30. lépésben tudtunk csak lépni ezzel a huszárral, tehát ez általában nem szokott jót jelenteni, hát most sem, ugye egy kicsit elkésett ez a lépés, ugye bástya C8-al érkezett, és az utolsó bástyát is ugye C3 felé próbálja a játékba dobni, fekete. Bástya B1 jött, amire bástya C3, és ugye vezér D1-gyel visszament, és vezér E7, ugye egy nagyon jó lépés, ugye G5 felől szeretne jönni ez a vezér, vagy akár H4 felől is, és ugye a király állás, a meggyengült királyállás próbálja azonnal ugye letámadni itt fekete. Vezér E2 jött, ugye amire bástya C2-vel kötés hozott létre. Fenyeget vezér G5 is. Igen, ugye ezt F4-gel próbálta ellensúlyozni, világos, de arra E4, és ugye a középső gyalogok ott gyakorlatilag E3 fenyeget most azonnali tisztnyeréssel. Ugye vezére E1-gel kiment ebből, de E3 ugyanúgy következett. F üti E3, D üti E3, amire huszár F1, de ugye huszár F5, ugye megvédtük az E3 gyalogot, és bástya B3-ra, pedig ugye vezér E4, gyakorlatilag ugye a G2 mat fenyegetéssel azonnal végez. Huszár E3-at még meglépte fehér, amire huszár üti E3 következett, és itt... Vezér G2 mat ellen nincs orvosság. Vezér G2 mat ellen nincs orvosság. Tehát... ahogy néztük, tehát egy nagyon érdekes, látványos parti volt. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, fekete nagyon jól játszott. Kellett hozzá azért világosnak egy pár stratégiai hibát követnie, de mindenképp egy bajnoki címet eldöntő, látványos jó partit láthattunk. Ennyi fért a mai adásunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!